60 méter és 71 év. Ennyi választott el az Abaújváron és Kenyhercen élőket attól, hogy néhány perc alatt eljussanak egymáshoz. Most újra, ahogyan az a második világháború előtt volt, a Hernádon keresztül is átléphetik a határt. A két település, bár két országban van egy régió, ezért is támogatta az EU 2007-14-es határon átnyúló programja a híd és útfejlesztési pályázatukat. Felfedezik környékünket, idegenforgalom szempontjából fejlesztésre váró és fejlett területek vannak itt a hegyközt térségeiben, Telkibánya környékén. Más oldalról pedig a némely munkanélküliséget csökkentő lehetősége lenne. Gondoljuk itt a kenyheci ipari parkba, hogy a munkanélkül lakosság munkalehetőséget talál. A két önkormányzat közül a szlovák oldali Kenyhec a nagyobb és jobb gazdasági lehetőségekkel rendelkező település, ám nekik is fontos volt ez a beruházás, hiszen képletesen és szó szerint is új utakat nyitott ez a híd számukra. Egyszerű embereknek építettük, akik közeledtek egymáshoz úgy, mint ezelőtt 71 évvel, amikor még működésben volt a fahíd, és tulajdonképpen annak örülök, hogy lehetőségeket biztosítottunk a Kenyhec településen. A híd és a hozzávezető utak megépítésének tervét több évvel korábban elkészítették, ám a kivitelezést csak idén márciusban indították el. Sok munkát, tárgyalást és tervezést igényelt a beruházás. Mindkét kormány és mind a szlovákiai, mind pedig a magyarországi végrehajtási hatóságok szerették volna, ha megvalósul ez a program. Ezért is képesek voltak rekordidő alatt elkészíteni a hidat és az utakat. Kulturális tekintetében is fontos ez számunkra, mert a határ másik oldalán élő magyar kisebbség egy kicsit szabadabban lélegezhet, mozoghat, könnyebben jöhet. Ez is fontos értéke, hiszen nemzettársaink élnek itt, szlovák állampolgárok, de magyarok, ugyanúgy, mint mi vagyunk, és ezt remélhetőleg az itt abaúji önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok között is egy szoros együttműködés lesz. A programra több mint 1,2 milliárd forintot biztosítottak, még a szlovák-magyar határmenti együttműködési program előző ciklusának terhére. A folytatásban hasonló lehetőségeket szeretnének biztosítani a 2020-as pályázati időszakban is. Ezt már Perényi Zsigmond helyettes államtitkár mondta a híd átadón. A következő ciklus most kezdődik, a 14-20-as ciklus. Ez a szlovák-magyar relációban kb. 180 millió eurónyi pénzt jelent. Nagyon hosszú a határszakasz, majdnem 600 km hosszú, magyarul Mosó-Magyarvártól egészen Fűzérig részt vehetnek ezekben a fejlesztésekben és a pályázatokban az önkormányzatok, civil szervezetek és a megyei önkormányzatok. És nem mindegy, hogy ez a kevés forrás mire megy. És ebből a kevés forrásból, ami melyikesen már tudjuk, hogy mire szeretnénk költeni, másra használna fel a bizottság, ennek igazán nem örülnénk. A beruházással nem csak Abaújvár lakossága kapott új lehetőséget, de a többi abaúji település is, hiszen így a kassai vagy kenyheci ipari parkot is gyorsabban és könnyebben közelíthetik meg a magyarországi oldalon élők.